Na, sziasztok! Gondoltam, hogy így augusztus 20-án, hogy mindannyian itthon vagyunk, és igazából chillelünk, valószínűleg nem csinálunk most semmi érdekeset, maximum elmegyünk egy picit sétálni, de nem az esti nagy forgatagban, amikor mindenki tűzi játékot néz, csak inkább így délután. Ma nem terveztünk semmi különlegeset, semmi bonyolult nagy feladatot, viszont én neki láttam ismét kenyeret sütni, és ugye az előző vlog videóban már mutattam nektek, hogy megérkezett, vagy hát nem megérkezett, hanem egyáltalán megvásároltuk a Tesco-ban ezt az öntött vaslábast, és nagyon szerettem volna kipróbálni kenyér sütögetésre, és gondoltam, hogy kikísérletezek egy olyan kenyér receptet, amit könnyedén bárki otthon el fog tudni készíteni, és olyan eredményt fog kapni, ami tényleg kenyeres, meggyőző, finom, és nincs kompromisszum, hogy jó, ez egy kicsit tömörebb, de hát házi és mennyivel egészségesebb, mert az az igazság, hogy azért nem minden kenyér és nem minden itthon készült dolog lesz jobb feltétlenül, mint bármilyen bolti, jobb minőségű társa, úgyhogy nem szerettem volna egy ilyen házi kenyeret készíteni, ami igazából elfogyasztható, de nem mondaná rá senki azt, hogy finom. Úgyhogy most éppen ezek a munkálatok folynak, és igyekszem tényleg egy olyan receptet, ami nem bonyolult, nem kell hozzá különleges tudás, sem nem kell hozzá különleges alapanyag. Ugye a kovászos téma az nálam ilyen folyamatban lévő dolog, de hát ezzel kapcsolatban azért még nem értem el olyan nagy sikereket, amiket úgymond publikálni szeretnék különálló videóban, vlog videóban szívesen beszélek róluk, szívesen megmutatom, hogy miket alkottam, de még egy kovászos receptemre sem vagyok olyan büszke, amiből tényleg különálló videót szeretnék készíteni. A pizza, amit egyébként kovásszal készítettem, az volt eddig a legjobb dolog, amit csináltam. Nagyon kellemes volt a textúrája, egyáltalán nem volt tömör, és meglepő módon ugye élesztő nélkül is gyönyörűen megemelkedett maga a tészta, úgyhogy azt azért sikernek tudom elkönyvelni. De hát azért kovásszal bánni, kovásszal készíteni dolgokat nagyon-nagyon hosszadalmas, tényleg azért ott már egy hetes előkészület van, hogy folyamatosan etetni azt a kovászt is életben tartani, és figyelni, és nem tönkre tenni. Ugye hát nálam is volt olyan kovász, ami tönkre ment, és már nem emelkedett, és ilyen furcsa vizes lét rakott a tetejére, és már így az illata sem volt túl kellemes, viszont azért nekem is sikerült megfelelő kovász anyát itthon előállítani, amiből utána lehetett több dolgot is kikísérletezni. Ugye én az eldobásra, tehát felesleges kovászt beleraktam különböző receptekbe, amiben azért vagy volt sütőpor, vagy volt szódabikarbóna, vagy egy kevés extra élesztő, úgyhogy ilyen szempontból az a recept nem mondható 100%-osan kovászosnak, viszont az a kellemes, kicsit savanykás, érlelt íz benne volt, és azért a jótékony, kicsit megemelő hatása tudott érvényesülni, úgyhogy lesznek majd a jövőben való színűleg kovásszal kapcsolatos tartalmak is, de most inkább az egyszerűbb ilyen előtésztás, öregtésztás, kicsit könnyedebb recepteket szeretném nektek megmutatni. Addig is, hogyha valaki Instagramon, Facebookon látta a kenyereimet, és szeretne ő is neki fogni, ajánlom neki Limarának az oldalát. Ott fogja tudni megtalálni magát az öregtésztát, illetve a legalapabb ilyen fehér kenyér receptet is, amit szerintem bátran bárki megpróbálhat, mert nem lesz nehéz, nem lesz bonyolult. Hogyha valakinek van egy mérlege is van, 10-15 perce arra, hogy jó alaposan meggyúrja a tésztát, akkor szerintem teljesen jól fog működni. Most egyébként kint egy ilyen joghurtos BL55-ös, BL112-es és BL80-as lisztből készült kenyér kell, úgyhogy remélem, hogy ez is hasonlóan fog kisülni, mint a tegnap készült sörös kenyerem. Azt a sörös kenyeret egyébként az előző vlog videóban meg is mutattam nektek, szerintem nagyon-nagyon szép lett, tényleg olyan a belső bélzete, mint egy kenyérnek, tehát nem tömör, nem rágós, nem ilyen ruganyos, hanem ilyen foszlik pont, mint egy nagyon szuper kenyér, úgyhogy azzal maradéktalanul elégedett voltam. A kinézete, az illata, a
cserepes héja, mindene ugyanolyan volt, mint egy jó minőségű kenyérnek, úgyhogy ezen felbuzdulva, illetve hogy abból már nincs túl sok itthon, nekiláttam még egy ilyen öreg tésztás változatnak, ahogy említettem most joghurttal, mert volt itthon egy pici az üvegben, pici vízzel felhígítottam, és kíváncsi vagyok, hogy hogy fog sikerülni, hogy a benne lévő joghurt eszenciák mit fognak hozzáadni a kenyérhez, milyen lesz a belső szerkezete, úgyhogy ilyen szempontból egy alapreceptet szerintem iszonyatosan jól lehet kísérletezni, úgyhogy egy ilyen receptet szeretnék majd a jövőben hozni nektek, nagyon sokan érdeklődtetek, hogy meg fogom nektek mutatni, természetesen megmutatom a mai kenyeret is, jelenleg még az első kelesztési fázisában van, még egyet kell rajta úgymond hajtogatni, utána pedig megformázni, és akkor elő lehet melegíteni a sütőt a benne lévő vaslábassal, és ez nagyjából egy 30-40 percet vesz igénybe, ezután pedig mehet a lábasba, lefedem, és a benne lévő gőznek hatására szépen meg fog tudni emelkedni a kenyér, szépen, ahol megvágjuk a kenyeret, szét fog nyílni, legalábbis ezek az én elképzeléseim, ugye az előző kenyérnél pont így volt, úgyhogy most is hasonló arányokkal, illetve összetevőkkel dolgoztam, úgyhogy bízom, hogy most is így fog sikerülni. Csak gondoltam, megemlítem nektek így, hát, ha valaki szintén szeretne kenyereket sütni, mert azért nem olyan ördöngőség és nem olyan bonyolult dolog, nagyon izgalmas, nagyon érdekes, nem mondom azt, hogy ez a legmegfelelőbb időjárás kenyérsütésre, mert szerintem még klímával együtt is 29 fok van a nappaliban, itt bent pedig vagy 32-33, úgyhogy azért is csillogok ilyen extra módon, mert elviselhetetlenül meleg van, pedig én már arra számítottam, hogy újra kellemes, hűvös, őszies idő lesz, ugye 2-3 napig élvezhettük ezt a kellemes időjárást, de hát úgy látom ez eddig tartott. Na mindegy, most megyek ki, megnézem, hogy áll a kenyér, megmutatom nektek is, és megmutatom az alaplépéseket, amiket még alkalmazni fogok ennél. A leírásban megtaláljátok az öreg tésztát, megtaláljátok azt a receptet, amit követtem, illetve le fogom írni a módosításokat is, hogy éppenséggel ez hogyan készül, és akkor ti is könnyedén el fogjátok tudni készíteni. De nézelődjetek Limaránál, mert én szerintem 5-6 éve az ő oldalán ismerkedtem meg a különböző házi péksütikkel, mindenféle kenyérrel, kiflivel, zsömlével, és az ő receptjei azok, amik mindig jól sikerülnek, mindig büszke lehet rá az ember, a hamburger zsemlék, a pizzatészták, tényleg ezek a sima kenyerek, bármit, amit kipróbáltam onnan, ugye az Express Croissant is onnan van, egyszerűen hibátlanok, és már 5-6 éve én is készítem őket, néha módosítok rajtuk, de konkrétan az alapreceptek, amik onnan vannak, hibátlanok, úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ott nézelődni, mindig találok valamit, amit szívesen elkészítek, úgyhogy számotokra is javaslom, hogy nézzétek meg Limara oldalát, mert szuper! Sziasztok! Gondoltam, megmutatom nektek, hogy éppen milyen tisztítószer, vagyis hát konkrétan mosószer
kísérleteket akarok itt végezni, nem lesz teljesen újdonság, legalábbis számomra biztosan nem. Ehhez hasonló recepteket lehet az interneten találni, de gondoltam, hogy én is készítek egy befőttes üvegnyit, és megnézem, hogy mit is tud. Ebben a dobozban egyébként több különböző szappan van, van benne házi szappan, van benne marhaepe szappan, venis szappan, mindenféle ilyen foltisztításra való és mosáshoz való, tehát ilyen ruha szappan. Itt látható egy tasakban foltisztító só, illetve mögötte egy mosószó, de ezeket szoktam én egyébként használni. Ezzel a foltokat bedörzsölöm, hagyom egy picit rajta, majd pedig a mosáshoz adagolok egy-egy kanálnyi foltisztító sót, illetve mosószódát, és nagyon-nagyon ritkán különböző ilyen ruha illatosító mosó parfümöket is szoktam használni, viszont ezt nagyon-nagyon ritkán, és maga a mosószer, amit alkalmazni szoktam, az a DM-nek az egyik változata, mindjárt idehozom és megmutatom. Ez lenne az, ebből szoktam nagyjából 3-4 pumpálásnyit belerakni a tartályba, és azért mondom, hogy pumpával, mert áttöltöttem ebbe a Herbo elnevezésű folyékony mosószeres kupába. Ebben előtte mosódió kivonattal ellátott mosószer volt, nagyjából 1500-1600 forintba került. Egyébként nem volt rossz, de azért nem dobtam el teljesen az agyamat tőle, és ez a termék szerintem sokkal jobban működik, ugye ennek környezetbarátabb egyrészt a csomagolása, illetve sokkal barátibb az ára, hiszen 999 forintba kerül, és ebből a pumpás kupából adagolni a mosáshoz, és az majdnem teli van, úgyhogy igazság szerint mosni azt tudnék, de a kíváncsiságom hajtott, úgyhogy az ebben lévő, hogyha sikerül kinyitnom, hát ezt mondjuk le is lehetne rakni. Szóval ebben a dobozban lévő egyik a mosószappannak a felét szeretném lereszelni. Ezt a zöldboltban vettem konkrétan ilyen foltisztításhoz, illetve mosáshoz is javasolt. Hoztam egy reszelőt, amit igazából a konyhában szoktam használni, de majd utána jó alaposan elmosom. És a felét lereszelem, szódával, valamint foltisztítóval össze fogom keverni, ugye mosószódával, nem szódabikarbonával, és utána rögtön le is fogom tesztelni. Most a mosógépben egyébként különböző törölközők és ilyesmik vannak bent, valamint ilyen arctisztító kendőskék, tudjátok, amiket én készítettem, és hát azokon azért van bőven mindenféle smink, meg egyrészt baba olaj, mert azt szoktam az arcomról letörölni, úgyhogy azért meglehetősen nagy feladata lesz. Ez a változat a Denkmites, tehát a DM-nek a sajátja közepes szinten szokta tudni eltávolítani, ugye a többi keverékkel együtt, tehát azért azzal sem lehet 100%-os szuper tiszta eredményt elérni, inkább a hőmérsékleten szoktam olyankor emelni egy picit, és 60 fokon mosom, ugye ha olyan dolgok kerülnek be, amik bírják, na de most gyorsan elkészítem, és utána megmutatom, hogy hogyan is fogom én ezt alkalmazni. Na, hoztam egy másik üveget, mert ezt kicsinek ítéltem meg, úgyhogy végül is ebbe fogom összekeverni ezt a kis mosószert. Maga a szappan az nagyon-nagyon puha volt, könnyű volt lereszelni, úgyhogy a többihez képest ez már azért egy pozitívum. Amik itt vannak a dobozban, kicsit ilyen porolnak, nehezebb velük dolgozni, ez pedig inkább ilyen zsírosabb házi szappanra emlékeztet, viszont az illata, hát az nem túl kellemes, kicsit ilyen büdi. Na de ettől függetlenül, hogyha tiszták lesznek a ruhák, akkor egy kis mosóparfümmel ezen lehet segíteni. Vagy hát igazából ez sem azért a legbüdibb kategória, de nem olyan finom. És már benne van ebben a szappan, és ami benne van, itt ilyen foltisztító só, szerintem ez nagyjából 100-150 g-nak felel meg. Ez egy 1 kilós csomagolás volt, a többit azt elraktam egy másik üvegbe, ez már nem fér bele, úgyhogy szerintem én ezt mind bele fogom önteni. Majd pedig jöhet a mosószóda, hogyha látnám, mit csinálok. Ebből kerül bele a legtöbb. Így. Összekevertem a szappant,
a mosószódát, illetve a foltisztító sót. Egy kanállal segítek rajta, hogy azért egységesen jusson minden mindenhová, és utána ki is próbálhatjuk. Szerintem ez jó lesz, úgyhogy kimérek belőle 2-3 mérésnyit, és felengedem meleg vízzel. Igazából teljesen mindegy, mennyi meleg víz kerül rá, hiszen úgyis bekerül a mosógépbe, és ugyanúgy fogja tudni mosni a dolgokat. Hát jelen esetben a benne lévő szappan így a meleg víz hatására azért nem olvad fel teljesen, ettől függetlenül azért bízom benne, hogy bent a mosógépben, mosás közben, illetve a meleg víz hatására nem fognak darabkák maradni, mert azért az kellemetlen lenne, hogy ilyen szappan darabos a ruha. Végül is nem utcai, illetve ilyen szebb ruhákat mosok, tényleg csak törölközőket és ilyen arctisztítókat és ehhez hasonlóakat, úgyhogy ez egy ilyen próba szempontjából nem lesz rossz. Hogyha gondoljátok, akkor a kisebb lyukú reszelőn is érdemes lehet megpróbálni, bár valószínűleg tovább fog tartani, és hát kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Egy picit olyan, mintha besűrűsödött volna, és ugye a foltisztító sónak hatására elkezdett egy kicsit így habzani az egész, ugye ez egy ilyen oxigénes tisztító, ez van a Venisben is, úgyhogy mindjárt be is rakom, szerintem a dobba, nem fogok vele ugye kísérletezni, hogy beleöntsem felülről, mert azonnal úgyis bele fog folyni a mosógébe, úgyhogy szerintem tökéletes lesz a dobba is, hogyha berakom, és akkor bepakolom a ruhákat, kíváncsi vagyok, milyen lesz a mosás eredménye. A múltkori mosás után nem jelentkeztem be, és nem adtam egy kis tájékoztatást erről az általam készített mosószerről. Azóta eltelt néhány nap, és volt alkalmam kétszer-háromszor is kipróbálni. 30 fokon is mostam bele, illetve kerültek bele teljesen normális hétköznapi ruhák is, és nem csak arctisztítók, valamint törölközők. Egy ilyen kisebb üvegben szoktam mostanság összekeverni, ez is tökéletes hozzá, ugyanúgy 3 mérésnyit rakok bele, van benne egy ilyen kis fából készült mérce, azt szoktam hozzá használni, és teljesen jól felolvad benne a szappan, vagy hát feloldódik. Úgyhogy nem szokott ráragadni, meg megmaradni a ruhákon, viszont mosás után van egy enyhe, tudjátok, ilyen házi szappanra emlékeztető illata, tehát nem mondanám azt, hogy ilyen nagyon-nagyon friss, kellemes illatú. Hogyha valaki ezt nem szereti, akkor javaslok számára különböző ilyen mosóparfümöket. Ezeket szoktam én is használni, mert egy picit ilyen olajos a külső része, de ettől függetlenül teljesen jól működik. Én ezeket a Pure parfümöket igazából tesztelésre kaptam, nagyjából még év elején, azóta használom őket folyamatosan, és nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok velük elégedve, úgyhogy tudom nektek javasolni, próbáljátok ki bátran, és egyrészt elégedett vagyok magával a mosószerrel is, még tesztelni fogom azért több különböző típusú ruhával, konyharuhával, és ehhez hasonló dolgokkal, szóval, hogyha valakit nem zavar az, hogy egy ilyen nagyon érdekes, természetes, szappanos illata lesz a dolgoknak, akkor próbálja ki, hogyha valaki pedig napon szárít, az egyáltalán nem fogja ezt érezni, mert volt, amit én is az ablakba kiakasztottam, és ott egyáltalán nem volt észrevehető ez az illat. Nekem bevált, úgyhogy valószínűleg a jövőben is fogok ehhez hasonló keveréket készíteni, de lehet, hogy a szappant még kisebbre fogom lereszelni, annyi, hogy ebből egyébként gélt is lehet készíteni. Én régen próbálkoztam azzal, de nem igazán vált be, ugyanúgy kikristályosodott benne a mosószóda, vagy hát a só, attól függően, hogy melyik szokta ezt művelni, úgyhogy nekem az nem igazán tetszett, de ilyen formában teljesen szépen lehet adagolni a ruhákhoz. Excuse to make me cry.
Don't go, just leave, no stay. Na, gondoltam leülök egy kicsit így a vlog videóhoz is készíteni tartalmat. Ugye tegnap az a szombaton voltunk így a blogos lányokkal ismét a szokásos havi kis találkozónkon. Ha jól emlékszem, én az utolsón talán nem is vettem részt, de már nem igazán emlékszem pontosan, így a nyári hónapok nekem teljesen valahogy így egybe kavarodnak, úgyhogy semmire nem tudok igazából visszaemlékezni pontosan. És az a lényeg, hogy megint jól éreztük magunkat mind, addig, amíg én nem lettem egyébként rosszul, és nem kellett sürgősen haza taxiznom. Hát én nem tudom, hogy a meleg, vagy amit ettünk, vagy minek hatására lettem ennyire rosszul, de úgy éreztem, hogy a legbiztosabb az, hogyha én minél hamarabb haza kerülök. Úgyhogy az egész délutánt igazából már itthon töltöttem tegnap, és nem is igazán csináltam semmit, igazából vizet ittam és próbáltam túlélni. Ugye nálunk azért egy valamivel hűvösebb volt, mint amit kint az aszfalt, a beton, meg a házak között kellett úgymond elviselni. Egyszerűen annyira rosszul lettem így a kinti hőmérséklettől, hogy így a hídon, miközben mentünk át Újszegedre, én már nem is tudom, hogy hogyan is jutottam át rajta, de nem ez a lényeg, hanem hogy este én már szerintem 8 óra magasságában el is aludtam, és éjszaka felébredtem, hogy egyrészt nagyon meleg van, másrészt még nagyon-nagyon fájt a gyomrom, és vártam azt a pillanatot, amikor hűvösebb lesz, de hát egyáltalán nem lett hűvösebb, úgyhogy ma pedig igazából úgy döntöttem, hogy mindenféleképp maradunk itthon, tehát hogy nem is megyünk el nagybe vásárolni, nem csinálunk ma semmi olyasmit, ami miatt el kellene hagyni az otthont, itt a legbiztonságosabb még egyenlőre, viszont amíg itthon vagyok, úgy döntöttem, hogy gyorsan felveszem a turis videót. Nagyon-nagyon jó ruhákat sikerült szerezni, majd szerintem be fogok vágni néhány jelenetet ugye a tegnapi napról, mert nagyon jól éreztük magunkat, és tényleg kellemes időt tudtunk eltölteni. Reggel szoktunk általában találkozni, most 9 óra magasságában, és elmentünk a kávészembe, elmentünk a turiba, elmentünk a vegácóba ebédelni, és nagyon szórakoztató volt számomra, és jó cuccokat sikerült a turiban is beszerezni, úgyhogy azt a különálló turis videót már meg tudjátok nézni a csatornán, illetve még adós vagyok a mai napon mindenféleképpen egy sorsolással, amint felszabadul a számítógépnél a hely, odaülök és gyorsan sorsolok a múltkori vlog videóban mutatott kis szerbiai édessége, kis hasznos zéróvésztes csomaggal kapcsolatban, illetve eszembe jutott egy videó ötlet, amin nem tudom, hogy egyáltalán érdekel-e benneteket, érdekes-e, vagy nincs is olyan számban követőm, akit ezt érdekelni, vagy hasznos lenne. Arra gondoltam, hogy készítenék a szeptemberi hónap elején egy egészséges heti menü videót, de olyan receptekkel és olyan ötletekkel, amit inkább a sulisok, illetve a koleszosok, egyetemisták, középiskolások számára próbálnék összerakni, tehát nem ilyen drága, meg nem ilyen bonyolult, nagy sütős, főzős, tényleg nagyon nagy sütőt igénylő recepteket szeretnék mutatni, hanem ilyen egyszerű, akár sütés nélküli, gyorsan összekeverhető tippeket. Úgy gondolom, hogy ez talán azok számára is, akik egyedül élnek, és nem akarnak ilyen nagy mennyiségben kajákat előállítani, hasznos lehet. Úgyhogy ez jutott most igazság szerint az eszembe, és arra gondoltam, hogy megkérdezlek benneteket, hogy lenne rá igény, érdekel-e benneteket, vagy ti inkább már az ilyen kicsit otthonosabb, háziasabb, főzősebb tartalmakat szeretitek, és számotokra nem annyira hasznos tényleg néhány összetevőből így összekeverni egy kis egyszerű reggelit, egy egyszerű kis ebédet, de írjátok le, hogy ti mit gondoltok. Úgy gondolom, hogy én szívesen megcsinálnám, és számomra érdekes is, de hát nem tudom, ki mit gondol, de hát
a csatorna egyrészt így miattunk van, tehát én is nagyon szívesen készítek olyan tartalmat, amit szívesen látnátok, és ez jutott most így utoljára eszembe. Na de megyek, és megnézem, hogy tudok-e sorsolni, és akkor a videónál megint kommentelek majd alá, hogy meg tudja nézni az, aki nyert, és akkor még a napokban el is fogom tudni küldeni, attól függetlenül, hogy ez a videó mikor kerül ki, és igyekszem még akkor ehhez hasonló kis egyszerű, semmit nem igénylő mini nyereményjátékokat létrehozni, ezzel is kedveskedve nektek, remélem, hogy hasznos, tetszik, aranyos, nem tudom, minek nevezzem, úgyhogy most megyek, még elkészítek egy-egy jelenetet a turis videóhoz, felpróbálom a ruhákat, és akkor ott meg fogjátok tudni közelebbről is nézni. Úgyhogy, ja, meg igen, meg akartam mutatni a sminkemet, illetve már mögöttem ilyen kicsit ősziesebb hangulat van, ugye meggyújtottam egy-két gyertyát, bár hát az időjárás, illetve a napsütés egyáltalán nem ezt az őszies feelinget idézi, és már ilyen őszi sminkhez volt kedvem, úgyhogy sötétebb rúzs, összekombináltam egy szájceruzát, illetve egy ilyen ajak olajat, valamint a szememre is már kicsit ilyen aranyló színek kerültek, nagyon jó érzés már ezeket használni. Nyáron valahogy nincs is az embernek nagy kedve sminkelni, legalábbis nekem tuti nincs, mert egyszerűen leolvad, lemálik rólam az egész, és nem is jó érzés viselni, főleg ugye fényvédő, arckrém, arcápoló olaj, nem is tudom, hanyadik rétegként, viszont ősszel-télen sokkal jobb érzés a bőrömnek, akár még így extraként a smink is, tehát nem egy plusz nehéz réteg, olyankor nagyon kellemes és jó viselés számomra, illetve még át kell szanálnom a sminkes kollekciót, ezt általában évente egyszer-kétszer meg szoktam tenni, mert már megint úgy felhalmozódott a sok termék, nem látom át őket, nincsenek összerendezve, hogy nem annyira könnyű és annyira egyszerű már megtalálni azt, amit szeretnék. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban érdekel-e benneteket videó, hogy én most itt termékeket válogatok, esetleg tudok róluk mondani egy kis véleményt, nem is tudom, hogy van-e köztük olyasmi, ami ne lenne már kapható, annyira nem vagyok járatos ezekben a dolgokban, de ezt is szívesen meg tudom nektek mutatni, valaki régebben kérte, hogy őtet érdekelni a smink kollekcióm, hát ez nem egy olyan kollekció, ami ilyen nagy büszkeség, vagy egy ilyen nagyon szépen összegyűjtött menő termékekből álló dolog, tényleg ilyen hétköznapi, egyszerű, elérhető márkák egy-két érdekesebb dologgal, szóval ezt tudnám nektek megmutatni, olyan óriási nagy tapasztalatot így igazából ugye nem tudok adni, nincs átfogó véleményem. Azok a termékek, amiket használok, egyértelműen azért szeretem őket, de nem nincs viszonyítási alapom, hogy például egy nagyon márkás darabhoz képest ez most jó vagy nem. Nem is szívesen költök feltétlenül minden egyes darabra nagy pénzt. Hogyha valami megtetszik, például a Jeffree Star rúzsok, abból már vettem 3-at is. Nagyon érdekesnek találtam őket, nagyon szép színűnek, nagyon tartósnak bizonyultak, úgyhogy azokat megvettem 6-7-8 ezer forintért darabját, de úgy a többi szerintem ilyen egyszerű drogériás márkák, úgyhogy nem tudom, hogy erre van-e igény, szívesen el tudom ezt is készíteni. Na de megyek, mert ebben a szobában már megint csak meleg van, úgyhogy mindig ezt tudom ismételni így a videó végén, amikor ezt a szobát elhagyom, és igen, érkezni fognak a különböző videók, írjátok le, hogyha ezek közül valamelyik érdekel benneteket, és ez lenne a sminkem, ami most nagyon-nagyon megtetszett, illetve nézzétek meg a turis videót, hogyha érdekel benneteket, hogy miket sikerült így ősz váróra beszereznem.